Köszöntöm kedves nézőinket! A 2000-es évek elején egy apró, csengő hangú kislányra lett figyelmes az ungvidéki magyarság. Azóta már két gyermekes édesanya. Istenbe vetett hite és a zene szeretete ma is része a mindennapjainak. Ismerjék meg Csákány Mariannát és családját! Keressük ki az Itt van az Úr, énekeljünk című éneket, jó? Vegyétek le csekiteket, nyugodtan lehet szabadon ülni, jó? Hello, sziasztok! Hello, Isten hozott titeket! Szia Marianna, már régen találkoztunk. Hello, Isten hozott titeket nálunk. Örülünk, itt vagyunk a Gyöngykaláris Kórusiskolában, ugye? Kisgelyőcben. Igen. Le a kalappa, milyen kis csapatod van. Igen, hát de háromszor vannak óráink. Egyszer vagyunk így a kóruson, amikor mindenki. Most mondjuk hiányos a létszám, egyébként 21-en kezdtük a tanévet. Ezen az éven a 19-es 20-as tanévet. És amellett ugye vannak hangszeroktatások is, és zongora, furúja, valamint gitároktatás, úgyhogy ez még ugye külön napokon zajlanak ezek a foglalkozások. De így, hogy mindannyian így egy heti egyszer vagyunk kóruson együtt. Na ezért van igény rá, jönnek a gyerekek a községből. Igen. Szerettek ide járni, gyerekek? Igen. És Marianna nénit szeretitek? Igen. Igen, jó gyerekek. Igen, igen. És egyébként hogy működik ez az iskola? Ez alapítványi alapon működik? Vagy hogy miből tudjátok fenntartani? Hát szülői támogatással, tehát szülők támogatásával működik a zeneiskola, és a Credo alapítványon belül, tehát a Credo alapítvány támogatásával szintén. És milyen típusú énekeket tanultok? Népdalokat, vagy egyházi énekeket, vagy mi az, amit fontosnak tartottok? Fő repertoárként az egyházi énekek szerepelnek a műsorainkban, amellett a magyar népdalok és a megzenésített magyarsági versek. Úgyhogy ez az, amit örökségül is kaptunk Jóskó bácsi által, és ahogyan ő elkezdte ezt a zeneiskolát anno, szeretnénk továbbra is ennek a szellemiségében is, és így folytatni továbbra is. Úgyhogy ezek az énekek szerepelnek a repertoárjainkban. Rögös útja van egyébként ennek a kórusiskolának, vagy azért mindig meg tudott maradni? Igen, nem mondhatjuk el, hogy zökkenőmentes, mert ugye semmi sincs az életben azért, úgyhogy itt is értek minket próbatételek és azért rögös utak, de hála legyen Isten megtartó kegyelmének és erejének. Én azt mondom, hogy ez rövid a dicsőség, hogy még ma is itt vagyunk, ahol vagyunk, és tovább tudunk működni, és fent tudtunk maradni. Itt van az Úr, énekeljünk örömmel, örömmel, örömmel. Testvéreim, énekeljünk örömmel, mert az Úr jött közénk el. Ne az Úr, énekeljünk örömmel, örömmel, örömmel. Testvéreim, énekeljünk örömmel, mert az Úr jött közénk el. Ha sóhajt felé már, ő mindig figyel rád. Ha hirtelen tisztel szavának, jöjj, kövess tanácsát. Itt van az Úr, énekeljünk örömmel, örömmel, bátrabban, örömmel. Testvéreim, énekeljünk örömmel, mert az Úr jött közénk el. Van az Úr, énekeljünk örömmel, örömmel, örömmel. Testvéreim, énekeljünk örömmel, mert az Úr jött közénk el. Van az Úr, énekeljünk örömmel, örömmel, örömmel. Testvéreim, énekeljünk örömmel, mert az Úr jött közénk el.
kórusiskola mellett Marianna több feladatot is ellát a faluban. Ilyen például a kisgeőci református gyülekezet énekkarának vezetése, ahová szintén elkísértük egy próbára. Gyakran jöztök össze a Kisgeőci Református gyülekezetnek a tagjaival? Hetente egyszer szoktunk találkozni, többnyire pénteken, hétvégén, mert vannak olyan lányok, akik ugye tanulnak, és akkor csak többnyire hétvégén vannak itthon, meg hát ugye általában mindenkinek akkor van ideje, úgyhogy a péntek az olyan megfelelő szokott lenni, úgyhogy heti egyszer. Rászánják az idejüket? Igen, de ma kevesebben vagyunk, mert nem tudtak eljönni, de amúgy olyan 13-14-en ez az általános létszám, amit szokott lenni. Igen, és azt hiszem észre, hogy, és aminek örülök is, mert egyrészt az volt a célom, hogy valamilyen szinten ki is rekesztem otthonról az anyukákat, tehát hogy ne csak egy ilyen tanulásos énektanulás legyen, hanem azért ez egy ilyen öröm együttlét, és hála legyen az Úrnak, ez így is alakult, mert úgy látom rajtuk, hogy örülnek, ha együtt vannak, és akkor már ott megosszák a gondolataikat, és akkor néha elfeledkezünk magunkról, és akkor bele mélyülünk a beszélgetésbe, vagy a nevetésbe. Úgyhogy ennek örülök, hogy olyan jó kis csapat, olyan kis közösség kovácsolódott velük. Adventi csendes, áhítottan várunk, megváltó, jöttöd el. 1998-ban, ez akkora tehető vissza, akkor 8 éves voltam, akkor jött ide a Kisgeőc Révaskovics Jóska bácsi, és akkor nyitott itt egy kórusiskolát, egy zeneiskolát a helyi görög-katolikus parókus felkérésére. Ő hívta el, hogy jöjjön ide, és akkor ők adtak ott először otthont a görög-katolikus parókián. És hát én így elsőként, úgymondva akkor tagja lettem, és hát is így kerültem a zene közelébe, és így a zene szeretetébe. Szüleid támogattak benne? Persze, természetesen első perctől kezdve. Mi amúgy is nagyon szerettünk zenére járni, mikor már Dóra is oda nőtt, hogy első osztályos lett, meg aztán Viktor is, mind a hárman jártunk együtt a zeneiskolába, a kórusiskolába, és akkor anyukáik a mai napig így néha így felkerül témába, akkor így nevetgélünk rajta, hogy azt mondta, az volt a büntetés, hogyha, tehát ha valamiben meg akar büntetni minket, akkor azt mondta, hogy akkor nem engedlek titeket zenére, tehát nem mentek, tehát mi nagyon szerettünk, de hát tényleg azért nem úgy mentünk ebbe a kórusiskolába és ebbe a zeneiskolába, hogy most ez egy olyan iskola volt, hogy de tanultunk, tehát azért ezt meg kell említeni, hogy Jóska bácsi önmagával hozott egy olyan szeretetet, és olyan szeretetet sugárzott körülöttünk, hogy mi őt is nagyon szerettük, és ami a mai napig így van. De nem csak a zene miatt, hanem így, mint a közösség, ahogy együtt voltunk, és hogy vele együtt zenélhettünk, tehát azért ez így hozta magával ezt a vonzódás és ezt a szeretetet. Azt hiszem a magyarság tudatotoknak az erősítésében is a zenekinek szerepe volt. Így van, ez egész biztos. Tehát ugye az egyházi énekek és a népdalok mellett ez mindig repertoárunkban volt, és ezek az énekek, amelyeket tanított nekünk Jóska bácsi, ezeket a megzenésített verseket, tényleg ez még jobban erősítette bennünk azt a tudatot, és ezt hozta közelebb hozzánk, az már akár gyerekként is, hogy valóban tudjuk a helyünket magyarként, és kárpátaljai magyarként, hogy hogyan éljük ezt meg, és valóban ez nekünk nagyon sokat adott ebben, hogy neveltetésünkben akár, és nagyon szerettük is, és mai napig ez
ezt már úgy is mondjuk, hogy ez már a miénk. Tehát ezek a dalok és ezek a versek, ezek elengedhetetlenek számunkra. És most már ugye másképp éljük ezt meg, mert most már tudjuk azt, hogy egyfajta üzenetet is ugye közvetítünk ezzel, és közvetít a számunkra is. És amit próbálunk most már a jövő nemzetékeinek továbbadni, valamint ebben nevelni és neveltetni a felnövekvő generációt. Szép nagy család vagytok, ugye? Igen. Hárman vagytok testvérek. Igen. Nem is tudtam, hogy a két csákány lánya, Dóra meg a Marianna mellett van még egy kis húguk is. Hát igen, általában, mikor ők mentek fellépni, én még kicsi voltam, úgyhogy én a Jönka Lárisba énekeltem. Általában a kórusba énekeltem. Úgy nem szólóztam, mint Manni meg Dóra. Értem. És te is amúgy a zene irányába húzol? Hát... Én amúgy tanulok a főiskolán, földrajzszakon, de amúgy általában, hogyha hazajövök, akkor igen. Szóval ott inkább tanulok, de hogyha hazajövök, akkor a zene. Régen néptáncoltam, azt nagyon szerettem, de nem sikerült néptáncszakra mennem, ezért mást választottam. És a kapcsolatotok a tesóiddal milyen? Hát hála Istennek nagyon, nagyon örülök, hogy ilyen testvéreket kaptam. Nagyon jó a kapcsolatunk. Igaz, hogy néha vannak szivakodások, mint ahogy a testvérek között is szokott lenni, de nagyon jó szerintem. Az, amikor hétvégén, ugye én is hétvégenként járok haza, vagy mert most Dóra is, hogy férjhez ment, és külföldre költöztek, így nem vagyunk együtt, de így hétvégenként, amikor összeülünk, nagyon jól esik. Most mit rajzolsz, Anna? Kutyát. Kutyát? És színezel általában, vagy inkább rajzolsz? Hát, színezni jobban szeretek. És miket szoktál színezni? Hát, ha mondjuk valamit rajzolok magamnak, akkor azt kifestem. És mit szeretsz még csinálni a rajzoláson kívül? Festeni. Mert akkor tudok keverni színeket itthon, vagy az iskolába. És a zenét szereted? Igen? Anyukád sokat énekel neked. Igen. Este szokott? Vagy mikor szokott neked énekelni? Hát, este néha. Vagy ha mondjuk valamire meghívnak valahová, akkor mondjuk tanulni kell nekem éneket. Te is szoktál énekelni? Igen, már szólózok sokszor. Anyának mibe szoktál segíteni itthon? Mosogatni, ha mondjuk megkérje, hogy bevetjem az ágyat, akkor bevetem. És apának mibe tudsz segíteni? Hát ha mondjuk elmegyünk halászni, akkor. Halászni is szoktál? Már sokszor mentem vele. És mi az érdekes a halászásban? Hát, hogy sok halakat fogunk,
ezt akkor viszünk valami ennivalót, vagy valamit kell venni, ami nincs nekünk. Valami nasit, ugye? Lehet ropogtatni? Útközben, meg ott is. És mennyi ideig vagytok ott? Türelmes vagy? Igen, türelmesnek kell lenni, apa is megmondta már nekem. És a tesód? Mesélj valamit a tesódról, Mátéról. Aranyos kisfiú? Hát néha egy picit rossz is. Igen? És hogy szokott rosszáskodni? Mit csinál olyankor? Hogyha mondjuk elveszek valamit tőle, vagy a motrát, akkor mondjuk akkor már akar valamit elvenni, de én nem engedem meg neki. Te vagy a főnök? Hallgat rád? Szót fogad neked? Nem mindig. Mennyi időt tudsz itthon tölteni a családoddal? Két gyerkőcötök van, hát dolgozol? Esteinként igen, már dolgozok. Sofőr vagyok egy autóalkatrészes boltba. Reggel 3-4-kor kerülök, 4-6-kor indulok, és akkor este olyan 6-6 óra után szoktam megjönni. Hát az itthoni teendőket elvégzem, és akkor utánok. Már inkább csak este, meg hát szombat a szabad nap, és vasárnap szoktam itthon lenni. Többnyire. Ilyenkor maximálisan együtt vagytok a... Igyekszünk, igen. Minden időt együtt tölteni, igen. És miben tudnak neked segíteni ezek a gyerekek? Hát annál ő már többen. Ő már bármit csinálok kint. Eltettem a jószágokat, vagy ilyesmi, akkor jön, segít, hozza a vedret. Akkor Máté fiam, ő inkább csak a tojást szereti szedni össze, de naponta többször is kimegy, megnézi. Zenész család vagytok. Te neked van valami kötődésed a zenéhez? Én csak hallgatni szeretem. Én énekelni szeretek, csak nem tudok. Én csak saját szórakoztatásra. Ha valamit csinálok, akkor úgy elénekelgetek magamba, de amúgy nem. Mennyire fontos neked a család? Család nagyon fontos. Ők a legelső. Utána meg a többi. Akár még van, akkor mindig őket teszem előbbre, és aztán a többi. Általában minden szülőtől meg szoktam kérdezni így az elmúlt adások során is. És mindig tanulok én is belőle valamit, hogy vannak olyan alapelvek, vagy olyan mércék, amit a gyereknevelésben például fontosnak tartasz? Vagy mondjuk a házasságotokban mi az, ami különösen fontos? Hogy hitben nevelkedjenek, ez a legfőbb. Ezt már ilyen kiskorban úgy tudjuk elkezdeni, hogy esténként ima, akkor ebédnél, vagy közös vacsoránál is, akkor annám szokta kezdeni. Meg ő már ugye többet tud, Máté a saját nyelvén, akkor imádkozom, ő csak inkább az ámenre jön meg. Keresztény társat találtál. Milyen a ti házasságotok, a családatok? Mesélj róluk egy kicsit. Hála legyen az Úrnak, ez valóban nagy gondviselés és kegyelem a Jóisten részéről, amikor tényleg talál az ember egy olyan társat, akiben megtalálja saját önmagát. Istennek legyen hála, hogy 10 éves házassági évfordulónk volt, tehát fiatalon összekerültünk, ez igaz. És érezni azt, hogy tényleg jobban, rosszban ott vagyunk egymásnak, és számíthatunk egymásra. Én különösen örülök neki, hogy tényleg mindenben számíthatok a társamra, a páromra. A ti életetekben is voltak nehéz időszakok. Ezt hogy éltétek meg? Mi volt az az időszak, ami megerősített benneteket? Mikor olvasunk egy-egy olyan könyvet, vagy olyan példázatot, vagy akár egy történetet, amikor ugye tudja az ember, hogy vagyis keresztényként megéli azt, és látjuk és halljuk, vagy esetleg a környezetünkben, hogy milyen az, amikor a Jóisten egy-egy próbatétel elé állít. De amikor igenis megéli ezt az ember, és amikor már benne van, ugye, akkor azért az megint egy más tészta. És hát tényleg elmutatom azt, hogy ezek óriási próbatételek, de
meg kell, hogy köszönjük is ezeket a próbatételeket, mert van, amikor el kell mondani, hogy köszönöm Uram, hogy ilyen próbatétel elé állítottam, mert ezek a dolgok erősítenek meg még jobban az embert a hitében. 2 éves múlott már anno, ez egy ilyen, télen kezdődött ez a betegsége, és hát először ilyen kisebb tünetekkel, hogy evés után ilyen hányinger jelentkezett. Na persze már ugye az is zavaró volt számunkra, és akkor orvoshoz fordultunk, hogy most ez miért is, meg hogyan. Általában a legtöbb orvoshoz mindenki azt válaszolta, hát ez csak egy ilyen, ez igen, egy ilyen refluxos betegség, vagy egy ilyen gilisztafertőzés, egyébként mindenki arra fogta. Na és ez addig-addig így tetőzte magát, hogy már nem csak néhány étkezés után, hanem így állandó étkezés után, de ez nem is olyan hányásszerű volt neki, hanem szó szerint az a megrángott étel, ez neki visszajött. Na és ez annyira, hát ez így szinte hetek alatt így tetőzött ez a dolog, hogy ez már neki úgy jött vissza, hogy így nagyon fuldoklott. Akkor jött az a... Hát az az ötlet, hogy akkor nem itt kell, hogy keressük tovább a gyógyulást, hanem akkor megyünk Magyarországra. És akkor jött el ez a fordulópont az életünkbe, hogy amikor találkoztunk az orvosnővel, és akkor ez egy ilyen másfél nap leforgással, amit itt lehet, hogy nagyon sokáig próbáltak és kerestek, és nem találták, másfél nap leforgása alatt kivizsgálások során kiderült, hogy akhalázia, nyelőcső szűkülete van, amit hát nagyon gyorsan orvosolni kell, mert olyan szinten be volt szűkülve a nyelőcsöve. És emiatt volt az ugye, hogy darabos ételt és hasonlókat ugye nem tudott elfogyasztani. Körülbelül 3 hétre ott meg is műtötték, úgyhogy Nyíregyházán volt a műtétem. A legtöbbet Marianna volt vele, ugye akkor is dolgoztam. Hát amit ő ott akkor, amit át kellett neki élni, hát az le a kalappal előtte. Mert ő volt vele minden percen. Én csak munkából haza, akkor egyből ültem az autóba. Hát tetted, amit egy édesapaként igen, tudtál tenni. És akkor a legnagyobb születésnap ajándékom az volt, hogy akkor jöttünk haza előtt pár nappal Annával. És hát akkor jött el, mikor ez a fordulópont az életünkben, amikor már elmentünk és találkoztunk ezzel az orvosnővel, hogy amit már ott tapasztaltunk és megéltünk, és akár ez az orvosnő által is, hogy tényleg milyen érzés az, amikor érezzük azt, hogy a Jóisten a kezünket fogja és vezet bennünket. Tehát ez egy hatalmas öröm volt a számunkra, és hát úgy gondolom, hogy ezzel míg élünk, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki, hogy nem tudnék elégszer hálát adni a Jóistennek, hogy ez akkor így is így kellett, hogy legyen. Amit most már tudunk, és úgy tudunk értékelni, hogy nem hiába volt. Tehát nekünk azon az úton végig kellett mennünk. De ma már nagyon jó van Annácska, és nem úgy lehet, nem mondaná meg senki, hogy most küzdött ilyen betegséggel. Én annyit tudok mondani, hogy meg csak is annyival tudnám ezt összegezni, ezt az egészet, hogy egyedül Isteni a dicsőség. A Családban Marad mai adása véget ért, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!